Igen Szolidaritás önállóan indul a 2022-es országgyűlési képviselőválasztáson, mégpedig önálló miniszterelnök jelöltet is kívánnak állítani Szanyi Tibor személyében, akit köszöntök a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. Mi van ennek a döntésnek a hátterében? Ugye sokáig beszéltek akár ellenzéki együttműködésről, aztán valami változott. Igen, hát a valóság áll ennek a döntésnek a hátterében. Történetesen a mi pártunk, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom még a tavalyi esztendőben rendkívül nagy lelkes híve volt ennek a bizonyos előválasztási intézménynek. Hát abban a hitben voltunk, hogy itt nem csupán személyek, hanem valódi programok versenyéről van szó. Aztán hát az első gyanús jel az a tavalyi szerencsi választásokon következett be, amikor teljesen egyedül maradtunk a politikai porondon, akik előválasztást indítványoztak. Heteken át mondtuk, hogy na, hát akkor csináljuk ezt az előválasztást. A többi ellenzéki párt hallgatag maradt, így aztán ezen a bizonyos szerencsi választáson is nála indultunk, egy független jelöltet támogattunk, Tóth Ádámot, és hát egy egész tisztes 2,23%-os eredményt értünk el. Aztán a következő ébredés, mondjuk így, az álmokból, az december 20-án következett be, amikor 6 ellenzéki párt, nem fogom őket felsorolni, 6 ellenzéki párt kiadott egy olyan közös nyilatkozatot, ami az ő várt kormányzásuknak az alapelveit tartalmazta, és akkor láttuk, hogy ez a tulajdonképpen programvázlat, ez olyan szinten megy szembe a mi elképzeléseinkkel, ami igazából lehetetlenné teszi az együttműködést. Konkrétan arra gondolok, hogy számunkra a szociális válság felszámolása, sőt a szociális és környezeti válság felszámolása az egyes számú program elem, vagy egyes és kettes számú program elem. No, ehhez képest az ellenzéki párt a 13 pontjából az első 10-be egyik se fért bele, és mi azt mondtuk, hogy hát amennyiben ezek a kérdések ennyire hátul vannak ennek a 6 pártnak az értékrendjében, ahhoz mi miért törekedjünk? És aztán hát végül is mindenféle egyeztetés, tárgyalás elmaradt, és akkor január elején megállapítottuk, hogy itt a vége, fuss el vélem, most már elég közel vannak ezek a bizonyos választások, mármint hogy egy év, itt nincs tovább időnk arra, hogy várakozzunk, meg reménykedjünk, meg álmodozzunk, és ekkor jelentettük be, hogy tudomásul vesszük a valóságot, tudomásul vesszük a realitást, ez a 6 párt összeállt, ők maguk köré nem akarnak látni másokat, sőt, hát azóta már ezt több pártvezetőjük deklarálta is, hogy nem kívánják további pártokkal kibővíteni ezt a kört. Tudomásul vettük, és több más párthoz hasonlóan mi is önállóan indulunk. Mind a 106 választókerületben, és önálló listával természetesen. Ugye azt is mondta, hogy ez a bizonyos hatos fogat ugyanazt a neoliberális programot fújja. Korábban említette már egy beszélgetésünkben, hogy jártak így még MSZP-s korukban, amikor az MSZP megnyerte a választást, akkor aztán a gazdasági irányító szerepbe föltűntek olyan figurák, akik egyáltalán nem szociális baloldali programot képviseltek, hanem ugyanezt a neoliberális programot. Ez van most is emögött? Attól tartok, igen. Tehát én magam is élénken emlékszem arra, még egykori MSZP-s országgyűlési képviselőként, ez 2006-ban következett be, tehát elég régen, amikor én nekem 2006 és 2010 között szinte napi konfliktusom volt az akkori MSZP különböző csoportjaival, és én állandóan figyelmeztettem őket, hogy gyerekek, ez egy nagyon neoliberális irány, ez nem egy baloldali irány, amivel ti haladtok, sőt, hát 2009-ben egy nagyon hosszú tanulmányban össze is foglaltam írásban ezeket a kifogásaimat. Ez úgy nagyjából meghallgatás nélkül maradt. Ez volt egyébként ez a dolgozatom, volt az elhíresült Balra Magyar című dolgozat, és aztán 2010-ben be is következett az igazság órája, az MSZP brutális veresége. Most onnantól kezdve már nem mondom fel a történelmet, de ugyanezt látom. Viszont csak például mondom, hogy ez a bizonyos ellenzéki hatos fogat, ebben 3 relatív erős párt van,
ugye a DK, a Jobbik és a Momentum, ez most nem erős sorrend volt, mert ezt nem lehet pontosan meghatározni, de hát ezek olyan távol állnak a baloldaliságtól, mint Makó Jeruzsálemtől, tehát ez az egész hatos fogat ennél fogva nem is nevezhető semmilyen szinten baloldalinak, és én őszintén szóval nem is értem, hogy ők miért nem kérik ki maguknak, amikor a sajtó, a média egyes részei elnevezik őket baloldali ellenzéknek, hát ez valami olyan képzettársítás, ami a valóságtól elrugaszkodott. Úgyhogy igen, mi azt látjuk, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomban, hogy egy nemzeti köntösbe öltöztetett neoliberális politikát folytat a kormány, és ezt egy fokkal kozmopolitább neoliberális alternatívát állít ez a hat párti ellenzék. Így aztán mi azt mondtuk, hogy a mi célunk az, hogy legyen egy erős baloldali frakció a következő országgyűlésben, és ez is alátámasztja, hogy mi bizony önállóan fogunk indulni a választásokon. Köszönöm szépen Szalnyi Tibort, az Igen Szolidaritás Mozgalom miniszterelnök jelöltjét hallották az elmúlt percekben. Jó reggelt, Magyarország!